A nyári magas hőmérséklet a háztáji madaraknak is gondot okoz, emiatt menedéket, illetve vizes helyeket keresnek maguknak. Mit biztosítsunk számukra annak érdekében, hogy el tudják viselni a forróságot? Kérdésünkre adott választ Tóth István Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi csoportjának elnöke. Főleg a városban, ahol a nagy panelek vannak és nagy betonterületek vannak, ott nagyon nehezen találnak, vagy egyáltalán tannak nedvességet, ezért jó, hogyha kiteszünk itatókat a madaraknak, és ezt akkor rendszeresen töltöltjük és nézzük a kedves kis madarakat. Mindig az a fontos egy itató kihelyezésénél, hogy fél árnyékos helyen legyen, vagy árnyékos helyen, egy kicsit messze legyen a bokroktól, tehát nyíltabb részen, ahol biztonságban érzi a madár magát, hogy nem támadja meg valami ragadozó, vagy épp a szomszéd macska például. És ezért aztán ilyen szempontból fontos az, hogy is készítjük elő az itatót. Nem szabad nagyon mélynek lenni, csak egy 3-4 centi mélységű víz legyen benne. Ha nagyobb a mélysége, akkor az a gond vele, hogy esetleg a fiatal kis madár, amikor még éppen kiröpült, akkor beleesik, amikor iszik, és ennek következik, belefulladhat. Ezért, hogyha kicsit mélyebb a víz benne, akkor mindenképpen egy darab követ, vagy valami kimászó fát bele kell helyezni az itatóba, és ennek következtében akkor azon ki tud menekülni, ki tud mászni, hogyha valami baleset érte. A másik dolog meg az, hogyha mondjuk nagyobb vödör vagy hordó van, amiben esővizet tárolunk, azokat takarjuk le hálóval, nehogy itt is a madár, hogyha látja, hogy ott vizes rész van, és inni akar menni oda, akkor beleessen, és ne tudjon belőle kijönni, és ott pusztuljon el. Tehát sose lehet eléggé oda figyelni ezek a dolgokra. Nagyon fontos még az is, hogy rendszeresen takarítsuk is, egy héten kétszer-háromszor szépen kisikáljuk, és utána megint friss vizet töltünk bele. Másik az, hogyha kevés víz van benne, hamar átmelegszik, meg nyilvánvaló, hogy romlik is a vízminősége, ezért napjában kell cserélni benne a vizet, főleg, hogyha a szárazságban még párolgás is csökkenti. Tehát mindig legyen neki friss víz, és reggel kitöltjük, megtöltjük, és akkor reggel jönnek madarak, akkor már friss vizet kaptak. Olyan biztonságos helyre kell tenni, hogy a macskák ne tudjanak oda menni, vagy éppen a nyílt részen a ragadó madár is itt a városokban és a karvaj bejöhet, és meglátja, hogy ott a népes kis csapat van a itatónál, akkor oda csaphat közébük. Nem csak isznak belőle, hanem van, amikor fürödnek is benne, láthatunk akár egy verebet is, vagy akár egy fekete rigót, amely szívesen belemegy ezekbe a kis kitett itatókba, és boldogan fürödnek, mert hát hűtik magukat ezzel is. Van még olyan dolog is, amikor azt mondják, hogy tegyünk mellé egy kis tálcába homokot is, hogy porfürdőt is vegyenek, hogy tisztítják ezeket is, ezzel is madarakat. Ennek is se kell mélynek lenni, csak épp egy pár centi. Szitált, finom homok legyen, vagy minél teljesen porszerű, mert akkor tud mindenhova behatolni, és tisztítja a korokozók, vagy ezétől a kis atkáktól, amik a tollak között vannak, vagy elpusztult kis tollmaradványokat is kisipri ilyen szempontból, hogyha ott benn fürdik a madár. Utána megint belemegy az itatóba, és ott letisztítja magát, az biztos, ezért is kell mindig takarítani a vizet, hogy friss és tiszta vizet ihassanak belőle a madarak. Nyilvánvalóan az ember ilyenkor azt gondolja, hogy hát mi van, amikor a csatornába összeáll a víz, és a szúnyoglárvák is ott vannak, akkor úszik belőle. Hát igen, abból is lehet inni, de hogyha leestik, akkor legyen tiszta víz nekik, tehát mindenképpen vannak ilyen esetek is. Nyilvánvalóan azért is jó, hogyha rendszeresen cseréljük a vizet benne, mert akkor nem tudnak ott a szúnyogok megjelenni, és szúnyoglárvák fejlődni ezekben a kis itatókban. A kis kerti medencénk van, amiben kis halacskákat tartunk, meg minden. Ott mélyebb a vízszint, azokban, ahogy mint az ember, mikor bemegy a Balatonba, először sekély a víz, ott is biztosítani kell azt a fejt, nem hirtelen mélyüljön, hanem oda bele kell tenni kis kavicsokat, vagy menetelesen be lehessen mászni, és épp úgy ki tudjon menekülni, meg hát beülő köveket tenni, aminek ki, nagyobb lapos követ, aminek a teteje kint van, és arra ki tud ülni a madár, ott is tudja szárítkozni, vagy lerázza magáról a vizet, amit ha megfürdött. És így hát akkor sok boldogságot jelent az embernek, hogy ezeket a madarakat ott láthatja a házunk közelébe, és oda szoktatjuk. És az fontos, hogyha egyszer elkezdtük,
akkor azt az egész őszig, amíg nem lesznek a csapadékos idők, addig végezzük is, épp úgy, mint a téli etetést is. Tehát folyamatosan, állandóan vizet tegyünk ki nekik frisset, hogyha úgy gondoljuk, hogy most a madarakat itatni fogjuk. Hát az erdei madarak a patakokban van azért víz, én tegnap kinyártam Váralján, és szépen folydogál a patak, és ilyen szempontból ők megtalálják a vizet ott kint. Nem olyan helyzet, mint ahogy az emberi városi környezet szokott madarak, ahol nem találják ezt meg, ezért azokra annyi gond nincsen, ott megtalálják mindenképpen a vizet maguknak.